Hát boldog Valentin napot, ha már így erre rátértünk, kedves Karcsi, és üdvözlök mindenki mást is egyébként a monitorok mögül. Így van, de semmi köze a Valentin napnak ahhoz, hogy most van nagyjából 2 órám itt így valamit okozni, úgyhogy 2 óráig szöszmötölgetünk, dumálgatunk, aki így ráér, meg akinek hasonlóan nincs más dolga, mint jelenleg nekem. A YouTube is elismerte, hogy 300 followval tekergünk, úgyhogy már minden, most már ennél happy nem lehetek, tehát hogy egész jó volt, tegnap megjött a fizetésünk, ami meglepően indokolatlanul jó lett, úgyhogy nem fogok teljesen éhen halni a hónap végére, miután mindent is kifizettem, úgyhogy nagyon örülök neki. Hát Karcsi, ez sajnos még mindig egy olyan dolog, amivel jelenleg az én személyemben nem találsz megértő társra, mert engem még mindig hidegen hagy, de szorítok, hogy megtaláld benne a számításodat. Ezt nem mondom, hogy a pénzed is, de hajrá. Ja, nem tudom még, hogy mit fogunk csinálni. Én azon gondolkodtam, hogy vagy a garást kéne a másik térképen helyre pofozni, ami esetleg egy jó projekt lenne. Ja, mert persze, hogy sötét van, igen. Miért is ne lenne? Vagy pedig valami más hasonló hasznos dolgot. TV-ben basztam volna bele. Nem a TV a hibás, hanem te. Ja, mi? Ja, nem ide. Ezt a cuccot el lehetne onnét vontatni. Az nagyon jó lenne. Igen. Akkor lenne egy utánfutóm elméletileg. Az nem lenne feltétlenül hülyeség. De most lehet, hogy fát fogunk vinni, mit szóltok. Hol hagytam el a nagy utánfutót, vajon? Itt van az X. Hol van a nagy utánfutó? Itt a nagy utánfutó. Jó, a nagy utánfutót szerintem fölvesszük, mert innét, ahol most vagyunk, ennél a warehouse-nál, innét lehet fát vinni. És ezt a két logical solution-t lehet, hogy eszközölni fogjuk. Ami egyébként lófasz küldetés, tehát, hogy tényleg sem eddig, se nem tart igazából. Mert az egyikkel végig zörgünk itt ezen az oldalon és föl, a másikkal meg átkompozunk és itt föl. És akkor igazából ezek így megvagyunk, a running empty-t meg lehet, hogy meg tudom csinálni. Hol a francba hagytuk el az azót? Ja, az itt áll lent. Itt áll, semmit. Jó, az is egy teljesen karakteres küldetés. Most a főküldetéseket egyelőre szerintem hagyjuk. Ez a spare parcos se lenne veszélyes, hogyha... ez se veszélyes. Lehet, hogy megcsináljuk ezeket a izéket. Ezek a spare parts-okat. Ó, itt van egy. Ó. Deliver to the research camp. Valami. Ja, mert azt meg innen kell. Ó, look at that. Ja, ezeket lehet, hogy megcsinálgatjuk. Ezek ilyen kis ízik. Ezek ilyen nem tűnnek bonyolultnak. Úgyhogy álljunk is neki. Lehet, hogy hülyeség volt ebbe átülni, mert rossz helyen lesz ez a szar. Lehet csináljuk tojáskrémet. Na, azzal legalább levezeted a feszkót, és még a család is jól jár. Múltkor is nagyot ment, úgyhogy hajrá. Jobb, mint szétbaszni egy tévét. Vagy hát, ja. A tábla ott rossz helyen lesz, remélem, hogy amikor újra spawnolunk, akkor majd nem lesz útba. Olyan szépen beparkoltam a múltkor, csak tudnám, mi a faxnak. Fáradt voltam már én legutóbb este szerintem, nem baj. Ja, de azért csak nem jelöltem ki, hogy mit akarok csinálni, várjál. Csináljuk meg az elsőt. Mert ezek olyan bonyolultabbnak tűnnek, nem tudom, hogy lesz-e értelme, mert hogy járunk-e arra, de ha véletlenül igen, akkor ne akkor szopassuk le magunkat. Úgyhogy ez így teljesen valid. Na, hát most annyi pénzt, amennyit itt a kompozásokra elköltök, az nem az a halálos összeg, hogy azzal ne spóroljak. Azért csináltuk meg a révet, hogy ezzel ne legyen gond, úgyhogy hajózni fogunk. Elvittem ma reggel az autót műhelybe.
Most várom, hogy kihűljenek a radiátorok, mert probléma van velük, mert valószínűleg a radiátorok miatt lett rohadt magas a villanyszámlám. Egyrészt, másrészt pedig azt is elvittük műhelybe. Vagy hát nem műhelybe, igazából csak beméretni, mert azt mondták, hogy ha hibás, akkor az baj. Mármint, hogy akkor azt ők ugye cserélik. Ellenben a villanyszámla az még megmaradt. Egy éve még ilyenkor beszéltek rá az első mixemre. Jó, leszopadtak. Ja, mármint, hogy milyen, semmi olyan. Ugye végül is nem pénzkidobás, hogyha ha jól csinálod, meg szerencséd is van, de az, hogy csak a felét nyerted vissza annak, amit beletoltál, az azt jelenti, hogy a felét elbuktad, szóval ki tudja, mindegy, mindenkinek lehetnek hülyeségei. Én nekem van mondjuk 850 videójátékom, annak sincsen sokkal több értelme igazából ilyen szempontból. De hát ez van. Kinek mi a fontos? Én valamiért úgy éreztem, hogy ez nekem fontos. Most meg örülök neki, hogy ki tudom fizetni a villanyszámlát, meg az autó javítatását. Úgyhogy minden legnagyobb rendben lesz. Semmi gond. Hála a jó égnek, mondom, valamiért indokolatlanul nagy összegű fizetést kaptunk. Most vagy azért, mert titkon emelték a fizut, vagy azért, mert egy csomó szabadságot basztak rá. Bár mondjuk leszarom, mert egész nyáron 6-6-ba dolgoztunk tavaly, és ha idén nyáron is úgy fogunk, akkor annyira nem izgat, hogy most marad-e Szabim nyárra, vagy nem, mert túlélem, ha nem. Igazából. Az a lényeg, hogy ez is egy szar. Nem értem ezt a mapot, gyerekek. Hard módban vagyunk. És nézzétek meg. I will survive, yes. Bitesön. Nézzétek meg. Nincs izé. Daru. Tehát nem lehet darúzni. Nem értem miért. Pénzt kell adjak azért, hogy főpakolják. Minek jöttem darus kocsival? Cinkes. Ez cinkes, kérem szépen. Ellenben nagyobb probléma az, hogy nem fog tudni megfordulni valószínűleg. Talán megoldom. Úgy, jó. Hát nem mondom, hogy egy éven kifért, mert hazudnék, de azért megoldottuk. Ugye elvisszük ezt a három fát, utána elvisszük a másik három fát, akkor itt marad még kettő darab fa, ami nem tudom, hogy mennyire volt okos gondolat, de majd gyártunk, mindegy. Azért biztos, ami 100 megtankolunk, itt az állat. Így. Ja, biztos tojáskrémet csinálok. Nyomjad a tojáskrémet. Csak ne beszéljünk túl sokat kajáról, mert kezdek éhes lenni. És igazából úgy terveztem, hogy ha már így később kezdtem, nem tudom, hogy ma Manó mikor kezd, remélem, hogy egykor, ahogy szokott. Mert akkor lehet, hogy őt tudjuk rédelni. Aztán lehet, hogy igazából, lehet, hogy már fél egykor elhúzok kajálni, aztán dolgomra. Mert attól függ, hogy állunk itt a dolgokkal. Igazából mondom, amit így elmondtam, annyit szeretnék megvalósítani. Tehát tényleg ezt a két ilyen fa elhordást. Meg kéne csinálni azt a speedrunos genyót, ami egyébként lófasz. Meg azt a service bérparcosat. Csak utána már csak azért kéne elvontatni. Azt a lerobbant caterpillárt. Vagy hát lehet, hogy nem lerobbant, de hogy caterpillár, ott van és van hozzá küldetés. Abból meg lehet, hogy lenne egy jó utánfutóm az Azovhoz. Az is egy tök jó dolog lenne. Ez egy elég húzós küldetés lesz, mármint hogy úgy húzós, hogy igen, értitek, húzni kell azt a szart, mindegy. Ne menjünk bele ennél jobban. Veled nem vagyok geci, mint mással, mert az valaki is éhes volt. Tiviátba küldtem neki egy
Mirka pörkölt képet. Gyerek, akkor nagyon éhes volt. Én annyira nem vagyok éhes, mert igazából kivittem az autót a műhelybe, aztán visszafele sétáltattam azt. Á, mondom, faszom, mondom, gyújtsunk rá a gecibe. Ha már itt van a zsebembe, elszívtam egy szál cigit, az meg olyan, tudod, az olyan 10 órai, olyan eltölt, olyan. Olyan kicsi, és jó ízű tud lenni. Úgyhogy jól esett. Tegnap ki akartam menni futni a gyerekkel is, hogy menjünk elő, jön a biciklivel, én meg megpróbálok nem meghalni. Petro ott volt a ciginél? Nem. Pont 25 kilométeres távolságban volt. Tehát így biztos, ami biztos, így előre körbenéztem, hogy nincs-e ott. Tehát... Szerencséje van? Nekem volt szerencsém. Így még maradt cigin. Úgyhogy tényleg csak így, amíg hazasétáltam. Úgyhogy amúgy ahhoz képest, hogy 11 óra van, már megy egy mosás, el is mosogattam, meg egy csomó mindent megcsináltam. Az, hogy még így streamelni is maradt időm, ez tényleg csak azért van, mert mi a fasz csinálnék itt még másfél-két órán keresztül. Tőlem rákosodik? Na, akkor megrákosodunk mástól. Ez a dohányzás, ez egy akkora izé humbug. Szemetet szívsz, így is úgy is, nem mindegy, hogy most szűrőn vagy... Vagy hogy külön fizetsz-e érte, vagy nem? Nem, ettől függetlenül nem dohányzok, ugye? Nem, ettől függetlenül nem vagyok napi szintű dohányzó. De... Néha úgy vagyok vele, hogy tudjátok, hogy így... Á, kutya faszát, most rágyújtok. Elmegyünk inni, akkor rágyújtok. Ezt mikor elmegyek dolgozni, és napokig nincs nálam, akkor meg kurván nem hiányzik. Tehát, hogy... Francinus... Szú, ezt jó kimondtam. Nagyon szépen köszönöm a follow-t, érezd jól magad, és nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Főleg, ha egy 80-asod van, amin az adagoló el van állítva. Akkor nem kell a cigi, így van, így van. Nekem volt 120-as Kodám. Az majdnem ugyanolyan jó volt, hidd el. Akkor hideg motornál próbáltam beállítani az izét, az előgyújtást is. Csak a füstöt okátta. Pedig kim voltam a lakótelepen, tehát hogy ott örültek neki a szomszédok. Köszönjük a follow-t. Úgy bizony, danke schön, bitte. Bitte schön. Töretlen léptekkel haladunk, srácok. Előre. Amúgy volt egy időszak, amikor nagyon közel volt egymáshoz a YouTube és a Twitch-nek így az éjszáma. Most a YouTube megint kirúgta magát, de most határozottan úgy érzem, hogy olyan szépen fejfej mellett haladnak azért. Ami tök király. Most azért nyomom ezt a gémet egyébként, meg valószínűleg azért is fogom az elkövetkezendő hónap fordulóig. Hát tényleg szeretnék vele, ha nem is teljesen végezni ezzel a régióval, kár hogy a Twitch lassabban halad, nem sürgetném én ezt a dolgot annyira. Ha nem muszáj, akkor én ráérek, tehát tudom, hogy mire gondolták Arcsi, de ne idegeskedj. Eljön mindennek a napja. Még az is lehet, hogy egyszer a hat-tab stream is lesz, tehát hogy... Lehet, hogy addig a vén rozzant heregolyó leszek, de nem baj. Végignéztem már egy jó horror streamet. Én nem nézel VR-t. Vagy... McEndry-t. Vagy itt a kult szó a jó horror streamem volt. Nem az a baj, annyira nem az én műfajom, hogy... Ez olyan elképesztő. Hot tub stream. Vendég Petra? Ja, nem semmi. Nem. Vendégnek csak és kizárólag felnőtt szőrös férfi állatokat fogadok el magam mellé. Jami? Semmi buzulás, jó? Nem, azt majd tényleg így a milliós, dollármilliós Twitch bevételből fogok venni egy olyan medencét majd, amiben érdemes megcsinálni.
Úristen, de jó, mennyire laggolunk? Miért laggolunk? Van baj Houston, de lehet, hogy csak azért, mert most fog váltani megint izét shadert a izék, a HDR, és akkor így emiatt ilyenkor egy kicsit így zöcörök. Ez minden nap felkelte és napnyugtánál így van. Viccekben lévő videót megnézted? Az utolsót nem, azt a tanítósat? Vagy azt a vizsgára készülőset? Nem. Arra még nem volt, arra még nem futott a időből. Sok mindenre nem futottam még így se időből, de úgy éreztem, hogy most ezt így meg, most így inkább gémelek. Aztán, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor elköltöm az összes pénzemet dolgokra, mármint hogy lakbérre, ilyen dolgok. Azt hallottam, hogy ez nem hátrány, hogyha van hol lakni. Itt kell valahogy úgy oda parkolni, hogy meg is tudjak fordulni, de nézzétek meg, direkt úgy van megcsinálva, hogy itt ilyen keringő legyen, tehát innét simán úgy megfordulunk, a szar. Hát meg kell kerülni a házat is, de annyi baj legyen. Puty. És pont nem láttátok, hogy elkészült a híd, mert elég faszul álltam ide, de a lényeg, hogy most már van itt egy híd. Büdös életben nem fogjuk használni, de... Ki rakta ide ezt a kerítést? Át tudok én itt menni mindenen? Vajon? Vizsgára készülőset, na mindegy. Az akkor ma beígért, hogy meg lesz a 100 sub. Ez hot tub stream végül összejött, elmentek szaunázni, letiltották bele a streamet. Ugye most tudod, hogy akkor ez egy jó érv azért, hogy... Nem tudom, hogy ez kinek volt az autója, de rossz helyen parkolt a saját udvarába, mert itt kellett megforduljak. Átmentem rajta, parasztba. Az úgy mondjuk azért elég kemény, de miért tiltanak le egy streamet, ami szaunás? Csak azért, mert fiúk. Azért ez elég geciség, nem gondolja? Nem gondoljátok? Tehát, hogy... Ilyenkor mindig csak az AC/DC száma jut eszembe. Giving the dog a bone, giving the dog a bone. Kinek mik az igényei, nem? Most, na. Biztosan arra is lett volna kereslet. Mert nem kaptak engedélyt a helyszínen, hogy lehet streamet indítani. Ja, hogy úgy! Ja, azt hittem a Twitch tiltotta le a streamet, hogy... Menje, fiúk, nem mutogatjuk itt a izétökünket. Már kezdtem azt hinni, hogy csak csöcsöket lehet mutogatni, aztán az volt a kínja a dolog, vagy az volt a buktatója a dolognak. De így akkor értem. Lemegyek itt rendesen, mert az az út az nem annyira biztató. Viszont a másik ilyen hegyomlásos genyó ne ott azért nem lesz ennyire egyszerű. Azért beszélünk erről így, igen. Ő kezdte el, szerintem ő volt az egyik első, aki ezt így nagyba kitalálta. Jó, mondjuk figyelj, olyan csöcseim nekem is lehetnének, mint amilyenek neki vannak. Tehát elmegyek, megcsinálják egy hétvége alatt, az kész. Tehát... Maximum jól mutatna itt két nagy szőrös mellmi. Na mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mi másban utazunk. Mi emberi kapcsolatokba utazunk, és társasági lények vagyunk. Nekem nem kéne, hogy őszinte legyek. Egyáltalán nem szimpatikus. A testiség az meg megint egy tök másik dolog. Tehát azért az maradjuk annyiba, hogy biztos nem volt még elég hosszú kapcsolatod, de azt szokták mondani, hogy valahol most éppen a világ legjobb nőjét is unja valaki. Tehát, hogy... Azért mondom, hogy... ez a testiség, meg ez a testi vágyódás, meg ezek az elképzelések. Az a baj, hogy csak az ember agyát torzítják el ezek a dolgok. Mert alapvetően... Nem ezen múlik. Tehát...
lehet neked a világ legjobb izé aranyású barátnője, vagy mintha mondjuk milliómos vagy. Én azokat imádom nézni, hogy ezek egyébként így mennyire nem emberi érzelmeket táplálnak egymás irány. Tehát annyira messziről látszik, hogy így... Csávó meg, tele vagyok pénzzel, ki vagyok gyúrva, én vagyok az Isten király, gyere baby, azt csináld a dolgod. Akarok egy olyat, aki mellett boldog lehetek, és megbízok benne, hogy nem csal meg. Erre volt egy nagyon durva zsidó vicc, de most lehet, hogy nem mondom el. Bár mondjuk miért ne? Az a baj, ha elkezdek vicceket mesélni, akkor rákontrázol, és soha nem szabadulok. Na mindegy, szóval ezektől az ilyen igazi díszelgő huszároktól, én nekem a szőr is feláll a hátamon. Annyira látszik rajtuk, hogy igazából a kapcsolatuk érdek kapcsolat. Tehát a csávó tele van pénzzel, ledurrantja ezt a jó csajt, mert meg tudja venni kilóra, a csaj kihasználja, mert van pénze, igazából ami megtörténik, megtörténik, az privát, és akkor így ennyi. De az, hogy a kémia, meg az érzelmek, azok így annyira nincs meg benne, tehát annyira látszik némelyik ilyen pároson, hogy így jó, persze, aki mit tudom én, 5 éve együtt van a párjával, ott is azért erős kijelentés, hogy látszódnak érzelmek, de ott már ugye az ilyen vad szerelmi indulatok helyett ott már inkább ugye inkább kölcsönös tiszteletnek kell lennie, ha van. Igen, mostanában sokat néztem azt a videót, amit beküldtem nektek, azt a Mark Gangorost. A halál egyszer csak elsőít mellette egy másik fekete alak halál után, aki abár. Ki vagy te, aki még magánál, a halálnál is gyorsabb? Én vagyok a lóhalál. Mi? Lóhalál. Ne kezd el, jó? Tehát beszélgetni lehet, de nem kell viccezni, jó? Tehát ez a, még ott nem tartunk. Múltkor is nagyon-nagyon durván. Már olyan fasságokról beszéltem egyébként már legutóbb is, már nem tudtam elvonatkoztatni ezektől a dolgoktól. Úgyhogy azért mondom, hogy még ez nagyon korán van, illetve nappal, tehát hogy így... Úgyhogy, ja, azért mondom, hogy visszatérve az előző témánkra, amit te is mondtál, az egy szép dolog, és tiszta vagy. Múltkor se ittam. Inni nem ittam. Szóval igen, tehát azért mondom, hogy amit írtál, szép dolog, kívánom neked, hogy valósítsd meg. Aztán majd úgyis tapasztalsz, meg rájössz, meg tanulsz. Aztán majd el fogod tudni dönteni. Amit én így az elmúlt 10 év alatt mondjuk megtanultam, az az, hogy soha nem szabad, hogy beengedj külső véleményeket a kapcsolatotokba, vagy esetleg a kapcsolatba. Én ennek azóta is hordom a keresztjét igazából, meg hordani is fogom. Ez van, ilyen az élet. Majd egyszer talán én is megtalálom a megfelelőt, vagy a megfelelő megoldást bizonyos dolgokra. Szűken fordulunk. Én egy emberkébe csalódtam kellemeset. Nem úgy volt, hogy 80? Ja, de 8, csak 3-at viszünk el így, igen. És a küldetés, amit csinálunk, az pedig a Logical Solution 2, így. Igen. Ezt fogjuk innét átvinni. Kompal, mert az ugye gazdaságilag jó döntés. Jó, ez körülbelül ugyanolyan sikerült innét kifordulni, mint az előző alkalommal. Lehet, hogy egy amerikai cuccal jobban be tudtam volna ide fordulni, meg ilyenek, de... Nem problémázunk. Csak a gázt nyomjuk. Jó, mert másik oldalon fel tudom javítani ezt a kecskét. Minden egyes alkalommal tankolunk, ahogyan azt illik, nehogy véletlenül 20 literen múljon az, hogy eljutunk A pontból B pontba. Más ember elhordta a másikat ilyen meg olyan durvának, amikor ráírtam,
nagyon más volt vele beszélgetni. Hát igen, az előítéletek azok csúnya dolgok. Tudom, miről beszélsz. Nézzél, nézz az arcomat. Velem 10 emberből talán 2 áll szóba, és az se sokáig, tehát hogy... Nem egyszerű, de én élvezem a lehetőségét, erről már beszéltünk a múltkor is, hogy... Kifejezetten jó az, amikor valaki azt hiszi, hogy egy ilyen rideg, zárkózott személyiség vagyok, és egyébként ez meg tök nem igaz. Csak szeretek így kinézni, ahogy, és ennyi. Úgy, már mehetünk is át. Megint megjavítjuk akkor a szekeret. Jó, hát a kerítés útba lesz, de majd szólunk a tulajnak, hogy marha nagy fasságot csinált, és eltüntetjük onnan a kerítését. Oda megyek, rákültölök a kerítésre, ezt már röpül is el. Így. Repair. Aha, láttam, nem is volt megtöltve a kecske. Anyu még vehetnek tojást. Neki álltál főzni, valamint hogy a beszabadultál konyhába. Na, hogy kell oda kijutni? Megyünk itt erre, aztán ott arra. Hát azon a hídon, az a életbiztosítás lesz, aztán ott föl. Aztán ott is vagyunk. Azt, hogy hogy fordulok meg, azt nem tudom. Majd megoldjuk. A tojásunk volt, egy ment, mint tojás krémnek. Megy, ment. Mi, most ment vagy megy? Nem baj. Figyelj ide, az a lényeg, hogyha megy szót nem akartam írni. De sikerült, tehát hogy... Nincs ezzel semmi baj. Az a jó, hogy igazából... Ha így is úgy is megeszitek a tojást, megehetitek tojáskrémnek is, nem? Most javítottam meg, és már fönnakadtam. Több dologra nem tudok odafigyelni. Ja, jó, akkor csináld a tojáskrémet. Ettől hogy szartam be? Azt nem tudom. Lehet, hogy elszoktam tőle. Ajaj. Mármint, hogy nem a... Na, ez jó. Ez a mondat így furán jött ki. A Sondalertre gondoltam, nem kifejezetten arra, amit beküldtél, de most már mindegy. Especially ezt így beszoktam. Na mindegy. Petra, miért? Iskolában van? Van az úgy néha. Dogát ír BIOS-ból. A jó, de BIOS-ból dogát. Mondjuk BIOS-ból is tudnak fasságokat kérdezni, az biztos. Hol jön ez az utánfutó? Mindenen át. Beküldte Szeróra? Nem is figyeltem. Volt annyi eszem, hogy le van némítva. Haha! Nem is olyan veszélyes ez a hegyoldal, mint amennyire gondoltam. De ennél szarabb is lehetett volna. 5 perce? Nem néztem. Hát most láttad, hogy nem néztem, tehát hogy mással vagyok elfoglalva.
Akkor mégse ír BIOS dogát. Itt van Petra. Vagy annyira izgalmas a BIOS doga, hogy inkább ide jött közénk. Ennyi, bennyi. Megírtuk előre. Az a legjobb, amikor srácok, ez lesz holnap a dolgozat, most megbeszéljük, holnap megírjuk. Amikor érzi a tanár, hogy nincs igazán súlya a tantárgyának, az egy kicsit azért vicces tud lenni. Na, itt hogy fordul meg a paraszt? Sehogy, mert most ez a kocsi nem fog kelleni szerintem. Ott is van a híd. Annyira jó, mikor így megépül. Tök cukor! Na, ez is megvan. 4 vehicle spare parts-ot. Honnan, ahova? Meg lehetne csinálni egy körről is, csak vissza kéne innét már. Á, másszunk vissza. Valahogyan. És szépen nőjesen nem. Igen, így már mindent értünk. Megpróbálok valahogy leugratni, azt utána megfordítjuk az utánfutót, így vagy úgy, de megoldom. Ú, de szépen sikerült. Ön is akadt egy kicsit, de ne aggódjatok. Hát azt hallottam, hogy ez baj. Mondjad, Karesz. Hopp, na még egy kicsit, úgy, az lesz, úgy, nagyon jó. Ez kifejezetten sértés. Kifejezetten sértés, miért? Nem vagyok elég nőies? Én nem értelek. Nem értem, mi a probléma. Teherautók, füst, gázolajszag, szakállas férfi, itt minden tök nőies. Nem értem a problémádat. Ez egy fura kijelentés volt. Várjál, ez így nem lesz annyira jó. Hosszú haj, az nőies. Na ugye, látod, mondtam én. Ah, ennyi. Karcsi, benned már van ennyi nőiesség? Kérem szépen. Na, látjátok, így kell megfordítani ezt az utánfutót. Csak ne boruljon föl, az mondjuk sokat számítana. Nőiesség van. Ennyi. Úristen, de megfordítottam ezt a szart. Ennyi. Várjál, még egy kicsit gurulni kéne. De megyek a fodrászhoz valamikor, és le lesz kicsit vágva a hajam, meg befestjük. Az izgi. Szőkére. Miért? Nem. Fogadjunk, én tudom. Petra Alter, vörös lesz. Vagy lila. Ennyi! Mondtam, hogy alter vagy. Szőkehaj szerintem senkinek nem áll jól, már most őszintén. Jó, ez megint ízlések és pofonok, mert van olyan személy, akinél nem zavarna. Nem zavarna. Igen, de hogy... Ugye az természetes, tehát az megint más, hogy ha valaki természetesen szőke. Ki kell szőkíteni, hogy jól látszódjon a szín. Igen, egyébként ez így van, úgyhogy majd arról nyugodtan lőhetsz képet, hogy milyen, hogy nézel ki szőkén. Csak a poén kedvéért, bár mondjuk Karcsi, akkor örökké szívná a véred. Mondjuk így is, úgyhogy teljesen mindegy. Hogy is volt? Giving the dog a bone.
nap meg. Ha ez vigasztal, nekem volt vörös a szakállam. Doktor Sussi. Rá is basznánk. Mármint, hogy mi. Mert nekem egyébként a vörös haja igazából, de igazából ugye a festeni általában nem szoktak olyan természetes vöröset, hanem inkább olyan bordót szoktak. Bár hozzáteszem, mind a kettő jó, és mind a kettő szívem csücske, tehát hogy így a sötét, tehát a barna és a sötét haj árnyalatok után nekem is a bordó és az ilyen... A padlizsán nem, a padlizsán az szerintem öregasszonyos, de az ilyen bordó vörös az nagyon bassz, azt nagyon bírom, azt nagyon szeretem. Az is nekem is a szívem csücske. Alapvetően szeretem, mondom, a természetes sötét, vagy ilyen szőkés, barnás árnyalatot is még. Mert egyébként meg a természetes általában mindig szép, hogyha az jól van csinálva. Ami már egy kicsit élénkebb, és nem ilyen bordó, hanem ez a piros-vörös. Ami meg ilyen rágógumi színű piros, az már nagyon durva. Tehát az már ilyen indokolatlan, tehát az már úgy nem. De a bordó és a jó vörös, az ilyen mély vörös, az nagyon. De azt lehet lesz kék. Csak megsúgom, hogy amikor a vöröset fölkened, van olyan, amik az a kék. De amikor fölkened, akkor az így kéknek tűnik. És akkor kimosod, és utána lesz belőle izé. Ne kérdezd, honnan tudom, jó? Mondom, nekem is volt, a szakállam volt befestve. Hát, érdekes időszak volt. Köszönöm szépen, Karcsi. Igazán lekötelezem. Ó, mennyivel jobb ez az udvar így, hogy nincs kerítés. Most komolyan, mi a fasznak ide kerítés? Esküszöm, sokkal jobb a helyzet. Ja, egyébként visszatérve a vörösre, egyformák leszünk a Helkával. Visszatérve a vörösre, azt szokták mondani, és mindenki értelmezze úgy, hogy akarja, hogy ahol rozsdás a tető, ott nedves a pince. Ízlések és pofonok, tudod, hogy kinek melyik szín az igazi, de... Én mondjuk annyira nem bánom, hogy nem festegettem szét, mert az a baj, hogyha az ember elkezdi festeni, akkor az egy idő után lenő, és hogyha lenő, akkor ugye... Akkor már olyan, hogy hogy akkor megint újra kell festeni, és de az már tönkre teszi minőségben. Szóval van vele baj bőven azért. Mert úgy parkoljunk már le itt normálisan, hogy ne legyen annyira parc. Itt az off-ő cá. Mondjuk azok után, hogy tegnap a gyereket megnyírtam, meglepően amúgy jó volt a fogadtatása az oviba. Tehát, hogy így ugye megnyírtam neki ezt a középső ilyen izét, ilyen félig meddig punkos izét. Ugye oldalt nagyon rövid lett, mert nem volt csak null, vagy tehát holló volt meg nullás gép, tehát hogy ennyi volt az össz, amit hogy tudtam okozni, mivel alapvetően még semmi baj nem volt. Mert kihoztuk belőle a legtöbbet, amit lehetett. Majd azt mondta az anyja, hogy majd azért még ő erre ráigazítana, ha nem gond. Én mondtam, hogy hát nem. De amúgy annyira nem lett rossz, és mondom, az óvodában egyébként tök örültek neki, hogy na végre Dani, valami rendes fiús frizurád van, végre nem lóg a füledbe. Jéj, szia Majka! Szóval amúgy ők tök örültek neki, és én is tök örültem neki, hogy amúgy milyen tök jó, hogy... Így mindenkinek tetszik amúgy a dolog. Megtisztítjuk ezt a térképet itt ezektől a taskoktól. És akkor utána már csak itt is csak az ilyen főcsapás irány marad.
Amúgy ahhoz képest azt néztem, mert múltkor nem néztük meg, 33, az egyharmadánál vagyunk a térképnek. Isten igazából, amúgy nagyon sok mindent megcsináltunk már. Delivery. Honnét kell itt fölvenni? Csináljuk meg ezt először, aztán utána ezt a spare parcosat. Ez jó lesz. Mert ez egyszerű, ide csak visszajövünk, fölrámolunk, az csá. Patka, nehogy megkúrja a kerekeket. Lehetett volna valahogy gyorsabban is, de nem tudtam hol fog spawnolni ez a szar, szóval rábasztam, na mindegy, nem gáz. Szia Majka! Mizu, kivitted már? Hopp. Wrong button. Az igen, azt ad a hátsó tengelyre. Jó, oda basztott, na mindegy. Örülnék, ha felforna a tojás. Hát mondjuk az én tojásom ne forjon föl. Vagyis ám itt vagyok, mert pont leszarom a nyelvtanórát. Nem hallak. Ennyi. Valaki írja be a Petrának, hogy nem szabályos. Tessék odafigyelni a nyelvtanórára. De hogy itt nem szabad sérülni? Ó. Oh. Ez baj. De szoktunk. Előfordul. Tü-tü. Ez annyira jó. Na, oda kell menni a szigetre. Meglátjuk, hogy mi a helyzet. Tényleg, Majka, kérdeztem, kivitted már Észak-Karolinát? Megvittem 45 perce, hogy bírjon az órára figyelni. 55%-ban van kész, szép, szép. Jó nyomod. Nekem most van 33-nál, ahogy az előbb is néztük. Be akarom fejezni a hónap vége előtt, hogy tényleg teljes lendülettel tudjunk menni majd az Expeditionre, ugye a másik játékra. Remélem, hogy összejön. Meglátjuk. Petra, ezért lefogod? Miért? Tényleg kitéóztad? Nem téózt ki! Ja, akkor jó. Azt hittem már, hogy tényleg kitéóztat, mondom, behúgyozok. Itt szerintem téót még amúgy alapvetően senki nem kapott. Itt egyből bannolunk. Vissza fogja olvasni a csetet, ahogy ismered. Ja, az könnyen előfordulhat. Tehát barátom, magad alatt vágod a fát, tehát hogy igazából azt csinálsz, amit akarsz. Biztonsági konténerrel érkezünk, az állat. Nem tudom, mennyi időt adott rá egyébként a játék, szóval amúgy nagyjából fogalmam sincs, hogy mi a fasz van. De ez még akár bronz is lehet. Mert hogy annál rosszabbat nem lehet elérni, szóval ja. Hova kell ezzel befordulni? Hoppá, ezüst. Hát akkor ez már bronz lesz. Csak leszarjuk. Az a igazság. Továbbra sem stresszelek ezen annyira, hogy mennyi idő alatt érek ide. Ha az elején a daruzással amúgy gyorsabban végeztem volna, akár még arany is lehetett volna. De így jó lesz nekünk ezüstre. Én azt mondom, teljesen jó lesz nekünk ez így ezüstre. Ezzel semmi baj.
Na, elvisszük akkor még ezeket a izéket, spare parcokat. Aztán utána elvontatjuk a caterpillárt a cementtel. És... hát utána gondolom keresek valami mást, mert hogy amúgy küldetést van bőven. Meg még úgy egészen jól állunk idővel is. Most kezd felforni a tojás. Nice. Úgy ezt mennyire kell fűszerezni a tojáskrémet? Mert tegnap baszott le a gyerek anyja, hogy miért nem főzöm azért a... hogy hívják ott, mit vettem? Madártejet. Hogy hát azt a madártejet lehet otthon főzni. Mondom, persze, csak nem értek hozzá. Azt mondja, már a gyerek is meg tudja csinálni. Ja, jó. Csak mondom, én életemben nem csináltam, senki nem mutatta meg. Mondom, úgy azért nehéz. Ezt a shoulder buckát. Ja, a madártejet én sem tudok, de én a tojásra gondoltam, hogy azt mennyire kell fűszerezni. Ahogy neked jól esik. Nem akarom földhöz vágni. Négyes lett a nyelvtandagám, egy ponton múlt az ötös. Szabó! Ja, nem, gratulálunk, a négyes az tök jó. A négyes az a szögletes vonalak, vagy a egyenes vonalakkal leírható jegy, ami a legjobb, tehát hogy... tehát a legjobb szög egyenes vonalakkal leírható jegy. Mert hogy a másik az egyes, tehát hogy... túl sok választási lehetőség nincsen. Hiii! Ezt megszereltem, azt a kereket. Jó van ma. Bekalibráltuk, futómű beállítva. Még szerencsé, hogy megyek át a izé szervizbe, aztán meg tudom javítani. De azért soha nem figyelek, és így is majdnem ötös, szóval azért na. Jó van, Petra, mi lett volna, ha figyelsz is? Eminens kis pöcs lenné. Ja, mi? Nem ide. Milyen probléma van? Hogy adabasztom az izéné a második tengelyt? Te jó ég. Elvesztettem a kulcsaimat. Hát az mondjuk nagyobb szopás, mint az egy pont hiány ötös. Teljesnek a vizét picit túlöntöttem, és most jön ki a víz. Öntsél le róla. Vagy vegyél vissza a gázon, és akkor nem fog annyira bugyogni. True story. Annyira imádom ezt a izét, ezt a daru kiosztást ezen a kocsin, ez elképesztő. Jól oda vágtam a futóművet, szegényem. Na mindegy. Hadd bugyogjon, úgyis anyunak okozok ezzel Valentin napi ajándékot. Mivel, hogy összebaszod a tűz helyett? Hát az a kurva nagy ajándékot okozom. Igen. De ez a nézd anya, csináltam ebédet. Jaj, de ügyes vagy. De a konyhában nem menj be. Ezeket ide bepakoljuk. Benavigálunk ide a dobozok közé. Igényesen. Hoztam neki Valentin napi ajándékot, takaríthatok a tűzhelyet, anyuci. De paraszt vagy. Most már legalább legyen kurva jó az a tojás.
Ne törődj vele, csak a sodrófát. Töri rajta, Del Karcsi. Ja, igen. Ki lesz elherélve, de legalább finom volt a tojás. Mármint, hogy... Amit csináltál tojás. Vagy lehet, hogy a következő... Izét, azt lehet, hogy te tojásodból fogja csinálni, és akkor baszhatod. Vagy hát utána már nem is baszhatod, mert... mindegy, akkor már mindegy. Megy a tűzbe, az úgyis ég. Csak utána ne akarjál derejét enni. Vagy rendelni anyától, mert... Lehet, hogy meglepődsz, hogy mit nem kapsz. Na, ezt is főpattintjuk ide, aztán már visszük is, mint az állat. Miután megszereltük a kocsit. Egyébként itt is van egy supply, most közben eszembe jutott, hogy... Ezen a térképen borzasztó sok a supply. Ami egyébként nem hátrány, mert amúgy nagyon király. Emlékszem, volt idő, amikor még volt külön supply kocsim. Mármint, hogy ilyen szervizes kocsi. Azt kikötjük. Így. Aha, jó, így, és mehetünk is. Nem adta ki. Fél tűzhely vizes lett. De ez még nem olyan para. Jött egy nagy tartánykocsi. Tartányos pót. Lehet, hogy kellett volna belőle üzemanyagot vételezni? A rosszabb se tudja. Az már egyszer biztos, hogy dél van, úgyhogy akinek van lehetősége, annak jó étvágyat kívánok. Akinek meg nincs, az meg úgy járt, mint én. Majd egy óra múlva megyünk enni. De azért így, hogy már reggel 7-kor reggelizek, hogy főleg amikor ugye a gyerek itt van, ugye akkor azért tényleg korán kelünk. Hát így azért ilyenkor már. Az úgy már érzem, hogy kéne enni. Ó, meg van jó kis csilis babot eszek. Jó étvágy, az jó hangzik. Én nekem bab főzeléken van fasírta. De jó lesz! Nem házi, hanem rendel, de tejfölös bab főzelék, úgyhogy nagyon jó lesz. Este meg majd nem tudom. Lefingjuk a plafont a gyerekkel. Lerobbantjuk a lakást. Neki mindegy, mit eszik mostanában. De durva a gyerek. Azon gondolkodok, hogy mi van akkor, ha egyébként ezzel megyek el elvontatni a Caterpillart. Az utánfutót azt nem akarja feltétlenül elvitetni. Az utánfutó az nem kell a küldetés befejezéséhez. Majd mindjárt meglátjátok, hogy miről beszélek igazából, csak már egy gondolatmenettel előébb járok. Pontosan a patkázásra, mert elhagyom a rakományt. Talán spórolni akarsz a gázszámlán? Villanyszámlán kéne spórolni, mert a villanyfűtőtesteim vannak, amik most le vannak lőve. Hagyom, hogy kihűljenek, és akkor reszetelni kell őket, mert indokolatlanul túlfűtöttek, túlfogyasztottak. És hogyha nem szarok, akkor elméletileg ez majd így jót fog nekik tenni. Elméletileg. De meglátjuk, mert... Hát, hogy is mondjam csak. Azért elég cumi, hogy mondom 70 ezer lett a villanyszámlám. Úgyhogy most ilyen összevonva elég sokat fogok egyszerre fizetni, de mindig nem olyan sokat, mint hogyha... Nem tudom, hogyha így még több lett volna. Tehát értitek? Tehát igazából... Szia Pinguzsó, hey, oh, szép napot!
Örülök, hogy újra látlak. Mostanában ritkán volt délelőtti stream, úgyhogy rég láttuk. Rég láttalak. Mondjuk ez tényleg abból adódik, hogy így elég sokszor inkább délelőtt voltál. Ide kell lerakni a tréninghez. Nyugi, életem sem volt az utóbbi időben. Ó, ne aggódj, nekem is bőven volt elég para. Volt nekem is bőven elég para, úgyhogy... Ez a kettő, nem indítjuk be újra. Így. Tök jó, hogy ehhez a gitármenethez használt egy G-húrt talán, meg egy E-t, és így ennyi. Nagyon profik, nagyon profik. No. Old Road. Mi az az Old Road? Ja, de az már kész. Egy task maradt jelenleg, oda kell elvinni azt onnét. És azon gondolkodok, mondom, hogy mivel nem kéri, hogy az utánfutót is elvigyük, én nem viszem el az utánfutót. Úgyis itt van az X, majd az lehet, hogy majd azzal lehet kimegyek az utánfutóért, de most nem. Ezzel szépen izé visszamegyünk. Aztán akkor elrángatjuk a kóceráit. Igazából teljesen valid lesz a megközelítése a dolognak. Annyi, hogy majd meg kell maszekolni, és fel kell borítani az utánfutót. Annyi enyhített, hogy farsangon a legkreatív jelmez díját zsebeltem be a reálmányunk. Az mondjuk jó, és mi volt az? De ugye nem olyan szellem, aminél ki van vágva csöcsnél, és akkor így azok a szemei. Játékgép. Wow, az mondjuk király. Úgy megérkeztünk. Méghozzá Pac-Man. Nice. Klasszik. Jó, az jó. De abba hogy tett, hogy azt hogyan valósítottátok meg? Egy ilyen doboz volt? Vagy a varva volt? Vagy... Hogy kell elképzelni? Vagy te voltál maga a ham-ham? Mennyi pénzt elpacsálok, itt oda-vissza kompozok, bassza meg. Na mindegy, de így egyszerűbb az élet. Így azért egyszerűbb az élet. Azért csináltuk meg először ezt a cuccot, hogy ne kelljen vele bajlódni. Na, most megtankolunk még egyszer itt. Aztán padlógázon elmegyünk, megcsináljuk ezt a feladatot. A négy cementet azt simán főpattintom ennek a hátára, és akkor fölöslegesen nem szenvedek én a izével. Azzal, hogy az utánfutóval bohóckodjak. Ez az én speciális véleményem, de majd meglátjuk, hogy sikerül. Mert ha ezzel a darúval véletlenül mondjuk nem tudom felborítani azt a pótot, amin van a cucc, akkor mondjuk át kell gondolni az életemet, de nem hiszem, hogy baj lenne belőle. Csináltunk már ilyet elég sokszor, úgyhogy... Puty! Ezen a térképen elég jól el lehet tájékozódni azért. Itt annyira nincsenek ilyen para dolgok. Jó, mondjuk most itt elég lazán közlekedünk, mert egyrészt ez egy ilyen, tényleg ilyen nagyon OP kocsi, még mindig. Meg nem is ezzel egyáltalán nem veszélyes ez a környezet, szóval ja. Kaptam egy kurva nagy dobozt, kivágtam a kijelzőnél, oda egy függönyszerű anyagot ragasztottam, hogy azért kilásson, de takarva is legyen. Voltak gombok is, rendesen. Várjál. Rendesen is rámatricáztunk back manusokat, meg szellemeket, meg cserezkét, meg ilyenek. Wow, ez tök jó. Én annyit tudtam okozni, hogy
kint osztrákban láttam igazából annyiért mondjuk, mint amennyiért itthon bérelnél egy jelmezt, na annyiért vettem a gyereknek egy ilyen kalózi jelmezt, kiegészítőstű, mindenestű. Volt kis kalapja, ilyen szemfödője, puska, távcső, kard, és egy ilyen tök menő, ilyen kalózos, ilyen halálfejes, ilyen cucc. Mondjuk a szemtakarót azt nem vette föl sajnos, de meg a kendőt se, de amúgy tök jó. Ja, amúgy jó lett. Mondjuk az is nagy csoda volt, hogy egyetem fölvette, mert nem szeret így szerepelni, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire élvezte. Jobban, mint tavaly, meg tavaly előtt, az biztos, mert első évben azt hiszem dino volt, de akkor föl se vette. Tavaly olyan dino volt, ami már halott dino, ilyen csontvázas dinós izé volt, tehát ilyen csontváz dino izé volt ide rakva. Azt mondjuk legalább jól hozta. Tehát, hogy azt a halott dínós témát, mert hogy így halott dínónak jó tudott lenni. Na mindegy, az vicces volt. És akkor idén meg kitaláltuk, hogy akkor legyen izé. Hát várjál vele, Karcsi, hova sietsz? Hajt a tatár? Nem kell kapkodni. Szóval ja, azért mondom, idén ez a kalózos, ez legalább olyan volt, hogy fölvette. Aztán már annak is örülni kellett. Én nem tudom, én mindig nagyon szerettem farsangolni. Nekem volt egy nagyon menő robotjelmezem. Volt egy nagy kartondoboz, meg egy kis kartondoboz. Aztán anyám egy ilyen öreg melegítőmet, meg egy ilyen öreg hosszújú pulóvert lefújt kályha ezüsttel. Meg a doboz. Akkor add meg a helyével együtt. Meg a izét, a doboz, az körbe volt ragasztva ezzel a terrorista tapasztal, ezzel a duct tape-vel, ezzel a klasszikus amerikai szürkével, az a körbe volt tekerve a testdoboz is, meg a fejdoboz is. Csak a fejdoboznak ilyen WC papírguriga volt itt a füle, az is lefújva kályha ezüsttel. Ki volt így vágva egy ilyen izé, egy ilyen zöld nylon volt bele, most hát nem nylon, hanem egy ilyen zöld fólia volt beragasztva ide, nem tudom az honnan volt, azon láttam ki. De az volt a robot szája. Az a lap, és akkor fölötte volt két ilyen kólás kupak szem, és akkor volt rajta minden ilyen ez a ilyen forgatható, meg nyomkodható gombok, amik így rá voltak ragasztva. Volt valami ilyen műanyag csokis tálca, amit lefestettünk, és akkor az volt ide a hasára ragasztva. Az nagyon jó volt, és ráadásul annyira jól sikerült, hogy az jó volt még óvodában a csoportba, tehát 6 évesen, meg 7 évesen suliba is. Tehát, hogy az ilyen kétszer is volt rajtam. Az volt a Danix. Rá volt alulra írva, hogy Danix. Én voltam a Danix robot. Érdekes, már ott is használtam ezt a nevet, hogy Dan. Pedig akkor még nem is volt szándékos. Na most kell meghackelni ezt az utánpótot valahogy. Lehet, hogy inkább előrébb megyünk. Mert azért nagyon az árokban nem kéne bebasszarintani a dolgokat. Ott is, ott csak lista voltál. Lusta. Mi voltam lusta? Nem voltam lusta, mi? Vagy tudom én ezt szerintetek borítani? Lehet, hogy nem. Várjál. Nem nagyon. Látjátok, hogy szikrázik ez a na. Tökéletes. Ez volt a terv. Tehát, hogy egyébként, ha valaki kételkedett volna abban, hogy mi történik, akkor megsúgom, hogy ezt így volt tervezve. Azért kell ezt így csinálni, mert nem akarom elvinni ezt az utánfutót. Pillanatnyilag nincs rá szükségem. Azért voltál Dan. Már ott is, mert lusta voltál kimondani. Igen, természetes, hogy csak is kizárólag azért. Ha jó lenne, ha... Hogy. Nem mondom szádra, de szerintem ez így nem fog működni. Mert nem emeli föl, de miért nem emeli föl? Mert húzza magával az minden szart is, logikus, nem?
történnek dolgok. Végül is. Na ezt csináljátok utánam. Átlóg a plató alatt a kötél. Barátnőmmel csak egy-egy betűt használunk. Jó, kimondva kettő. Jó, az úgy. Na várjál. Melyik itt az utánfutó? Ez. Na végre. Hát, srácok, ezt a cementes zsákot, ezt konkrétan átrángattam a... Majdnem. A trailer alatt. De csak azért, mert nem szarra gurigázok. Így is lehet, így is lehet. Minden nap tanítok nektek valami új technikai lehetőséget, fizikai anomáliát és hasonló dolgokat. Tehát, hogy soha nem panaszkodhattok, hogy itt nem láttok semmi izgalmasat. Az, hogy sötétbe csináljuk, az azért van, hogy ti se lássátok egyébként, hogy gyászba szorult tördök történik. Megint odébb kéne húzni ezt a szart. Mert útba lesz. Tudod mit? Még odébb. Sok volt a gomb, no para. Így elgurítjuk itt ezt a cuccot. Azt a végén majd visszahúzom, mert így a kanyarba lehet, hogy útba lesz. Ja, eléggé. Azért a pillanat, amikor tudod, hogy a darus ezt csinálja így az éjszaka közepén, tehát reggelre csak annyit fognak látni, hogy eltűnt róla a cement. Hát de hogy? Oda volt számzárazva. Hát de leesett. Bakker innen megette az egy az egyben a tojást, és most fetreng fuldokolva. Elcsendesedett. Hát vagy próbálja úgy, vagy leégette az összes ujját, és azért nem ír. Az is lehet, nem? Nem kell mindig egyből a legrosszabbra gondolni. Azért, na, valószínűleg neki is jutott valamennyi ész. Még figyelek. Attól, hogy afkol, attól még figyel. Igen, figyel. Köszönöm. Az állati ösztön, hogy enni kell, előbb van, mint az ész. Jó, jó, de most miből gondolod, hogy karcsi egy állat? Ó, most jutott eszembe, várjál, elbasztam. Nem lesz jó. Ne mondj ilyen csúnya dolgokat róla. Költői kérdés? Oké. Mindent értek. Na, és akkor most pedig... Így. Nem feltételezünk senkiről ilyen csúnyát. Aki tojáskrémet próbál csinálni, az csak jó ember lehet. Valentin napi ajándéknak még jobb. Miért érzem úgy, hogy mindig a csajok a leggecibbek mostanában? Kérdés, hogy vissza tudom én ezt a szart onnét húzni. Vissza. Csak már rohadt király vagyok azért. Átformálom a környéket. Ennyi, így félre is állítottuk szépen újra, hogy el lehessen férni mellette. Nem tudom, miről beszélsz, tök kedves vagyok. Nem csak kizárólag rólad. Ebbe az volt a titok. Na, most ezzel az a baj, hogy azt a cementet, azt ott el kell, hogy engedjük majd. Mert ugye húzni kell ezt a teherautót is. Ami így már lehet, hogy problémásabb mutatvány lesz, de... Megpróbálunk vele megküzdeni.
aztán go! Ezt elhúzhattam volna az azonval is, de azzal nagyon szenvedős lett volna. Utánfutóval együtt, meg mindennel, úgyhogy ezt a Caterpillart, ezt csak így lazába. Ezt reméljük, hogy nem hagyjuk el azt a középső cementet, mert azt azért így most nem tartja semmi lényegében. Akárhogy is nézzük. Hopp, erről beszéltem. Amúgy csak irigykedem, két órája nem tudom eldönteni, mit tegyek. Ah, van választani valója, úristen. De jól megy. Jó világ, BT. Rendelés, ja, hogy rendelés. Akkor most már ne is rendelj, már ki se ér. Most már inkább vacsorára rendelj, akkor lassan. Délben lesz vagy két óra, mire kiszállítják, nem? A múltkor volt ilyen Pesten, a Don Pepe-ből rendeltünk Faterra a pizzát. Mert nem volt jobb ötletünk. Aztán lusták voltunk bárhova is menni. Ott tegye meg a fene. És akkor is úgy oldottuk meg, hogy rendeltünk pizzát, és a 26 centisek azok így, ha kettőt rendeltek, akkor 500 forint kedvezményt kaptál. Arra akkor rendeljünk kettő izét, 26-ost. Hát a 26-os azért az nem nagy, maradjunk annyiba. Ellenben húsimádósat rendeltünk, mindenféle húsok voltak rajta. Hozzáteszem, itt a környékbeli pizzázóknak amúgy a tésztája jobb itt nálunk. De ott úgy hirtelen megoldásban amúgy annyira nem volt rossz. Tehát, hogy azért úgy meg lehetett enni. Jó, szaftos volt. Aludtunk tőle 4 órát, aztán mentünk vissza dolgozni, de hogy így nagyon fasza volt. Azaz, most így visszafele potyolgott, az jó. Lehet, hogy meg kell álljak megigazítani, mert nem vagyok benne biztos, hogy nem fog leesni. Emlékeztek az azonval, mennyire szopó volt itt átmenni? Ezért nem járunk azzal. Na. Jó van, édesanyját térde kalácsa. Megint fönnakadtam valami faágom. Helyi pizzázót szeretem a legjobban, de ha már hálózat, akkor nálam a pizza fortaltok. Itt nem tudom, hogy a környékünkön van-e, Pesten biztos van, nem tudom, nekünk én azt tudtam, hogy ahol megszállunk Pesten a két járat között, onnan az Etele úton van egy Don Pepe, és tudtam, hogy onnan hamar ki fog jönni, és igazából egy olyan 50 perc alatt ki is hozták, úgyhogy, ja, nem, az úgy egész jó volt. Pont annyi idő alatt hozták ki, ameddig Fater elsétált izéért. Sörér. Magának. Én nem ittam. És közben még talált az a járdán egy sáros, így a bokrok alá befújta a szél egy ilyen koszos 2000-est, és így ő aznap gyakorlatilag ingyen evett. Ez egy jó nap volt. Azt mondja, látod? Eljöttél volna velem sörér, lehet, hogy te találod meg. Mondom, jó, de mondom, így is te fizeted a kaját. Az most mindegy, a következőt te fogod. Ti vicces volt. Ó, Etele úttól nem messze volt régen egy fantasztikus hangbizó, csak sajnos betett neki a Covid. Ó, olyan sok mindennek tett be, hogy tököm tele van vele, amúgy tényleg akkora fasság volt. Már azon kívül, hogy tényleg haltak bele emberek, de hogy attól függetlenül az, amit gazdaságilag tudtak vele okozni, az fasságot. Na mindegy, ott az én egyébként a Hunyadin van a Lokomotív utca és a Hunyadi sarkán van egy kifőzde, az a neve, hogy Kis Big. Ez most nem szponzorált tartalom lesz, de oda, ha tehetitek, vagy ha közel vagytok, akkor ott 11-től 3-ig van kifőzde. Az a neve, hogy Kis Big, az egy kifőzde. Tiszta retro. Ilyen menzatálca, menzás izé, piros-fehér abrosz, ilyen tök izé, szocis az egész. Tele vannak díjakkal, és ami nagyon fontos, semmiből ne kérjél nagy adagot. Semmiből. Tehát, hogy véletlenül se. Nem azért, mert drága lenne, mert ilyen 2000 forintból kijössz,
egy menüvel, meg tényleg kijössz két kis adaggal 2000 forint körül. Tehát egy leves, meg egy második, vagy egy desszert, meg egy főétel. De mikor először mentünk, akkor nagy pofával, persze, nagy adag túrós tésztát, egy nagy adag levesse. Már a nagy adag leves olyan volt, hogy... Ja, hogy ez a nagy? Ja. Hát, megküzdöttünk vele. Én fatárt még életemben nem láttam kaját otthagyni, de nem bírta megenni a túrós tésztát. Én talán azt hiszem, a túrós tésztából már kicsit kértem, és azért tudtam megenni egyébként, mert láttam, hogy fater mennyire küzdködik vele, és így mondtam, hogy ó, akkor lehet, hogy akkor én nem csinálom. Várjál, hogyan van? Így. Kemény mutatvány volt, de azt nem mondom, hogy nem laktunk jól. Na azóta, ha megyünk, akkor minden egyes alkalommal csak és kizárólag kis adagot rendelünk. Szia, Manó! Izzítsd a visszaszámlálót! Mindjárt megyünk hozzád. Baszki, túrós tészta. Na, azt nem sokára csinálnom kell. Hopp! Valamiben fönnakadtam. Egy légkondiba! Hoppá! És kész is vagyunk. Ennyi, meg egy bambi. Kapok még 10 percet? Á, kapsz még valamit, még nekiállok még itt valaminek szerintem. Vedd figyelembe, nem az. Ember olyan, mint autók, nem egy formafogyasztás. Ja, persze, az tény, de azért mondom, hogy te, amikor tudod így, van az ekkora ilyen klasszik menzás tányér, és akkor kis vagy nagy adag túrós tésztát kérsz, nagyot, és akkor előveszi az ekkora pizzásat, és így puposra. Ja, hogy az a nagy? Mondom a fám, akkor az úgy jó lesz, akkor én kicsit kérek. És a kicsi is olyan volt, hogy a sima klasszikus ilyen kisperemes menzás tányért így puposra, tehát hogy bőven jól laksz vele. Tehát azért láttam már ott nagy embereket nagy adagot enni, de azok nagy emberek voltak. Tehát volt legalább olyan magas, mint én, ha nem 2 méter, de így ilyen munkás ember. Jó, járnak oda irodisták is, de ilyen munkás emberek is, és azok aztán azok fogyasztottak keményen. No. Most az a helyzet, hogy itt nincs több task. Mert kurva jó voltam. Ja, azt kéne megnézni, hogy mit kéne csinálni. Na már három tojást megpucoltam. Lényeg, hogy nem kapkorod el. Hopp, service spare points a watch pointhoz. De itt csak service point van. Hol van itt a fa? Cabin production. Ja, melyik? Azt a üzemanyagra. Köszi. Üzemanyagra most nem fog kelleni, mert elvittem az autót műhelybe, és azon kívül, hogy a megjavítatása pénzbe kerül, legalább addig nem fogyaszt. Tehát, hogy így ilyen szempontból ez tök jó. Minden csak a reaktív zónában van, meg a flatlandbe. Itt már nincs is küldetés. Oviron van még küldetés. Ne basszál meg. Hopp, de itt van. Oda kell vagy. Most akkor kapjuk meg a kis autót. Office parking alatt, delivered workshop. Ez jó lenne nekünk, igazából. Rólad messze vagyunk most tőle, de hol van a vasas? Itt. Na, ezt még meg tudom csinálni szerintem, így egyig, és akkor Manónak se kell kapkodni, jó? És akkor még itt így minden fasza. Amúgy mi lesz a mai menü? Mármint így, Manó. Várjál, azt kéne megnézni, hogy reaktív zónába van valahol vazs. Most hát van, de hogy nem fogok odáig elmenni. Haha! Úgyhogy menjünk hajzé felé. Mai menü? Majd megszavaznak. Rábízom a nézőkre. Ja, hogy ma ilyen hasraütésszerű van? Ó, srácok, hát az mindig izgalmas tud lenni. Főleg a Seven Days-ből kiindulva. Az aztán nagyon izgalmas volt. Ha valami, akkor az izgalmas volt. Valami date sim. Tényleg, Doki Doki Literature Club, ingyenes volt Steamen. Ennyi, már meg is van. 6 óra volt a dolgom van, szóval nem volt időm készülni. Ajajaj.
Most Karcsi basztatja a fantáziámat, jogosan egyébként a Dakarral, hogy elmehetleg holnap az lesz ingyenes az Epicem. 2022-es Dakar game. És egyébként, ja, az hagyján, hogy az tök fun, hogy azt így be lehet húzni így AI-ba, de hogy mindegy, megy a cica az állatorvoshoz vissza is. Na, de, ja, de most a kezelés miatt, nem? Tehát, hogy ezt a antibiotikumos kezelést nyomatjátok, nem? Vagy azóta meg én rosszabbul van? Mert az mondjuk elég baj. Nem lett volna rövidebb egyébként a... hát de lehet. De lehet, hogy rövidebb lett volna izé felé menni, a kom felé. Na mindegy most már. Most már megyünk innét. Ja, azért lett volna rövidebb a kompal, mert akkor ott egyből tudtam volna menni az izébe. Mindegy, komp akartam lenni, de nem komplett. Kiderültek dolgok, és hát most ismét vizeletvétel tűvel a hólyagból, szóval nincs cidli. Jaj, ez a tűs dolog, majd csak elképzelni is rossz volt. Dakarhoz van egy SnowRunner card pack is. Ez nem card, hanem car pack. De igen, egyébként láttam. Csak azt néztem, hogy ha most ingyen odaadják a játékot, akkor 8000 forintért van hozzá a Season Pass, ami meg így all-in minden. Mindezért még fizetni is kell. Hát úgy érzem, szegény cicádra kihatással van a mentalitásod, hogy szereted, ha fáj, de ennyire ne fájjon. Tehát azért, jaj. De egyébként ő hány éves? Tehát, hogy ő nem olyan idős még, nem? Hogy egyébként neki ez így feltétlenül szükséges lenne, hogy ennyit betegeskedik. Ja, bocs, akkor de. Akkor azért mondjuk már benne van a kilométer rendesen. Az már szép kor. Macskának mennyivel kell számolni? 6-tal, 7-tel? Rához képest fiatalos. 7-tel. Hát akkor végül is figyelj, csak 84 éves, tehát. Mondjuk, ha engem 84 évesen ott így ágyéktájon tűvel akarnának szurkálni, akkor inkább azt mondanám, hogy inkább basszatok ki az ablakon. De én tudom ezt mondani. Ettől függetlenül az a durva, hogy még mindig nem dönthetek róla. Mondjuk lehet 81 évesen nem fogom tudni mondani, és csak így folyik majd ki így a nyár, így a szám szélén. Ezt azt sem fogom tudni, merre vagyok arccal. Meg hát egyébként mondjuk alapvetően elsősorban csak jó lenne addig élni. Az ilyen plusz ráadás, hogyha még mondjuk egészséges is az ember. Annyi idősen örülni neki, hogy valaki a déli tájékon jár. Ez az, gyerünk, szurkálj még! Háromféle gyógyszert kap. És még ez is, jaj. Azért az úgy már elég húzós. De 2 éve vittük el anyámmal a kutyát elaltatni. De már nem bírtuk, tehát hogy már tényleg már gyakorlatilag ott tartott szerencsétlen, hogy pelenkázni kellett volna. Vak volt, süket volt. Ez tényleg gyakorlatilag a mozgása annyi volt, hogy lement a lépcsőn, elvégezte a dolgát ott úgy valahol, ahol így füvet érzett. Aztán visszament a párnája mellett, és akkor ott volt a párnája mellett a tálkája. Tehát hogy ennyi volt az egész, amit ő le tudott itt tenni az asztalra. De hozzáteszem, az a shicu is volt, vagy... Olyan, mi volt? Szerintem az még 2010 előtt került hozzánk. Bőven. Várjál, nem. Hát de egy olyan 11-12 éves simán lehetett az a dög is. Szóval, ja. Végül is érthető volt, hogy már nem. Jó, mondjuk azoknak a kiskutyáknak amúgy sosincs... A miénknek se nagyon volt soha esze. Tehát akkor már inkább, szívem szerint inkább egy tacskót kellett volna. Most a hugoméknek van egy tacsia. Úgy hívják, hogy Tibor. Mert arra úgy jól rá lehet szólni. Úgy vagyok, aki beteg, vagy rúgja ki az utolsókat, vagy éljen, ameddig élni akar, és utána elássam őket a kerítés szélére. Ja, mármint, hogy a háziállatokat?
mert elég értelmezhetetlenül sikerült ezt a mondatot leírni. Nem volt igazán alanyosítva az, hogy állatokról írsz. A lényeg, hogy a kerítés mellé el van ásra. Karcsékos sem mennék vendégségbe. Ha beteg vagy, ha nem, elásunk a kerítésnél. Mindegy az. Akkor a süsű dédi mama elkezdte osztani a kis fiadnak, hogy hát hol a kutya? Hát hol a kutya? Hát megdöglött, és így hát mondom, ez hülye volt meg. Hát, hogy az utolsó tojást pucolom, még figyelek ám. Figyeljé. Nem mondom, hogy érdemes, de azért van mire, tehát hogy... Annak örültem, hogy akkor még, hogy még a gyerek nem beszélt igazán, úgyhogy talán így nem hagyott bennem mély nyomot ez a kijelentés. Na, mindjárt ott leszünk a vasnál. Azt akkor ezt még elvisszük a helyére körülbelül. Ja, az úgy körülbelül jó. Így időben, térben. Teljesen valid megoldás lesz, úgy érzem. Annak nagyon-nagyon örülök, hogy ha most ugye kijött ez a map, ugye most január végén, akkor nagyjából olyan április elejére tehető a következő SnowRunner DLC map. Mondjuk egyelőre még nincs beárazva a jövő év, de remélhetőleg ugye Season Pass-ba ki lesz rakva, és akkor mindenki örül majd. Mert én eddig is mindig úgy vásárolgattam meg, és ezek után is valószínűleg úgy fogom. De kíváncsi leszek, hogy mit fognak belepakolni a játékba. De 6200 Year Pass 4. Bár már kim van? 6200 csak a Year Pass 4? Hát az lófasz. Mármint, hogy eddig 8000 körül volt, de hogy jó, mondjuk öregszik a játék, tehát ez mondjuk elég reálisan lett belőve. Az simán, az nagyon jó. Az nagyon jó ár érte. Dátumunk van már hozzá? Hogy valami info, hogy mire lehet számítani? Nem még mi? Köbö, mindig annyi volt. Tényleg annyi volt? Mondjuk lehet, hogy én Euróba vásároltam, aztán azért nem. De mondjuk nem, mert az Epic az átváltja. Az mindig kuffal számol. Volt róla szó egy időben, hogy a Steam is... ennek is lesz ugye hufos, tehát hogy forintos felülete. De szerintem rájöttek, hogy az nem jó ötlet, mert hogy azért a forintnak elég nagy a mozgása. És azért ott folyamatosan változtatgatni a játékok árát, egyszerűbb azt nekik a euróba kirakni. Egy darab vasért fogok kimenni. Lehet, hogy üzemanyag pocséklásnak tűnhet. De az is lehet, hogy nem. De ez jó, mert ezt meg tudjuk csinálni, ezt a küldetést. És akkor meg lesz a másik kis autó is. Amit itt jutalomnak kapunk. Vagy hát nem jutalomnak kapunk, hanem így, amit itt kapunk. Aztán akkor igazából még van, azt hiszem, egy-két olyan küldetés, ami ilyen raktár megnyitós. Azt feltétlenül
nyomatékosan meg fogjuk majd csinálni. És végül meg a... van még egy garázsunk ugye a másik oldalon, amit nem ártana. Turn on. Imádom, ahogy kinyitja, és akkor ott van bent a baszom nagy izé. Mekkora dízel lehet az? 2, 4, V12-es dízel motor van benne, bazzeg. Ránéztem erre az epikes randi szimre, hát meghagyom neked. Túl sok a szöveg benne. De amúgy nem nézted meg? Nézd meg a Bükidonitól az izét. Az még lehet, hogy lítes formátumban létezett, de csinált egy videót róla, hogy ez a játék azért nem egészen az, mint aminek látszik. Amúgy poén, de tényleg. Nagyon kemény. Na, csinálunk innét egyet. Azon gondolkodtam, hogy melyiket csinálom? Melyiket csinálom? Melyik küldetés, hello? Ja, ez, nem. Ez. A többit nem is néztem, de hogyha mondjuk ez csak víz, reaktív, ez flatland, ez go, mine, go to the mine. Jaj, de az is flatland. Solar. Oh, look at that solar. Itt van ilyen solar genyó. Aha. All connected. Ah, ez lófaszt, ezt majd megcsináljuk, mert ez innét föl lehet venni, meg a rollokat onnét, ez jó. Jó, akkor csak egy vasat viszünk, akkor nem para. Úgy. Na, ezt a küldit akkor még szerintem meg tudjuk csinálni, és akkor... Mármint úgy, hogy teljesen, tehát hogy a... Elbontatjuk a kis jóska gyereket is, és akkor az úgy nagyjából ki is tart egyig, ami még így nekem is nagyjából jó időbe, meg addigra akkor Manu is kényelmesen kezd, és akkor minden klappolni fog. Wow! Így volt ez a nap tervezve. Azon gondolkodok, hogy hova kell menni. Aha, jó, ebbe az irányba, ott fogunk megint fölmenni. Aztán ott egyenesen tovább. Aztán ott meg ott úgy a landslide. Ja, és ott van a jármű, már látom. Valahogy kimaradt arra fele, lehet, hogy nem jártam, vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy a küldetés spawnoltatja, és akkor azért nem tűnt ez fel egy előre. Vagy jobb feltűnőbben előre, nem tudom. Annak örülök, hogy a taskokat, azokat így csettintésre, csak jobb kézzel nem tudok csettinteni, azokat így lenyomtuk. Úgyhogy az azért elég király, hogy ezt a térképet így lényegében így ki is végeztem félig meddig. Majd még itt ezeket a szoláros dolgokat megpróbálom megcsinálni. Hát addig nem megyek nagyon tovább erről a térképről, meddig van nyitva itt küldetés. Aztán majd utána szépen tovább vándorkodunk. Mert egyébként ugye van még bőven task is, meg ilyenek. Azért az ki van centízve, ez a fordulóív. Na mindegy, szóval ja, igazából elég annak alapvetően nagyon örülök, hogy ez egy ilyen nagyobb régió lett. Aztán, ha más nem, akkor maximum az Expedition-t úgy fogjuk elkezdeni, hogy ez még nincs egészen kész. Hiába, az a baj, hogy ezt szeretem a legjobban minden közül. Most itt volt ez a kis kikacsintásunk a Space Engineers-szel. Én akárhogy állítgattam, az új szerverre már nem tudtam becsatlakozni sem. Tehát hiába az új net, meg hiába az idegbaj, egyszerűen nem tudott működni a dolog. Úgyhogy maradunk szólóba valószínűleg, mert attól függetlenül tök jó lenne benne dolgokat építeni, meg mondjuk szép dolgokat építeni. Csak ezt a bányász technikai kérdést, ezt meg kell oldani.
Ha látjátok, fölmentem a hegyre a vasér, és 50 liter. Fúgy. Azért jó be lesz neki járatva ezek az utak. De most már ezen a szakaszon elég jó csukott szemmel végigmegyek, nincs probléma. Mondjuk a legtöbb térképen azért elég hamar kiismertem magamat eddig is. Nem jelentett különösebben komolyabb gondot, hogy így megtaláljam magam. Annak hogy mentem neki? Hon messze volt tőlem, mint ide makó. Mindegy, van ez így néha. Hogy bárki bármit mond, ugye mondom, ahány játékos, annyi játék stílus. Én szeretem ezeket a nagy dögöket használni, tehát azért tudom, hogy lehetne itt sokkal több időt elpacsálni azzal, hogy mondjuk izéket használok, ugye ilyen fostosabb dolgokat, de az, hogy felküzdöttük magunkat ugye ilyen gépparkig, az nekem egy élmény, és még mindig tök szeretek velük tekeregni. Akkor meg ugye miért ne használnám azokat, amik a legmegbízhatóbbak. Azon az élek, hogy itt nem tudom, hogy fönt jobb ment, de igazából amióta elhordtuk innen a sziklát, azóta annyira nem veszélyes itt átzörögni. Én szerintem. Petra? Hát én nem tudom. Én úgy tudom, hogy Komáromba, én itt nem látom. Nyelvtan órán van, hagyjad már békében. Így is bőven elég baj az én fejemnek, hogy órán engem akar nézni. Az bőven elég baj. De mondjuk persze én vagyok a köcsög, miért iskolaidőben streameleket? Logikus. Hogy van pofám hozzá? Na, és akkor itt felugratunk a hegyen. Hello, Citin! Ezt megpróbáltam kimondani, de nem feltétlenül sikerült a jól. Na mindegy. Pont az előbb emlékeztem meg a szerverről, hogy milyen is jó volt, hogy nem volt. Na, ma végre nem dolgozom. Na, helyes! Akkor jó pihenés neked. Meg nem tudom, hogy ebédeltél-e már, de jó étvágyat. Ha igen, akkor egészségedre. Amúgy igen, a munka a streamnézés rovására megy. Ennyi. Hogy mennyire nem megy? Igen, hogy mennyire nem megy. Pontosan arról beszélgettünk, hogy most egy darabig el leszek megint az izével, a runnerrel, meg utána jön az expedition, de
sziák, igen. De konkrétan pont ezen agonizáltam, hogy már mindent is állítottunk mindenhova, és hogy ez nem. Pedig esküszöm, hogy... De a másikra még a szarnetről be tudtam menni, csak az meg szar volt a net. Úgyhogy így... Szomorúság, meg ilyen dolgok. Ez van. Nem, mert arról beszéltünk, hogy pont, hogy mikor lesz majd így repertoár változtatva. Nem mostanában. Mert hogy jön a SnowRunnerhez ugye a negyedik season. Nem egyszerű az élet, hát nem. De mondom, ugye a seasonök között, amikor lesz ilyen lukas időm. Így van, Manó, izdítsd a streamet. Nem soká úgyis én is végzek, és akkor majd megyünk át. Köszönöm szépen, Manó. Igyekszünk jót játszani. Mi a SnowRunner multit még nehezebben hoztuk össze, mint a Space Engineers-t anno. Mondjuk a SnowRunnernek is elég veszedelmes a izéje, a hogy is hívják ki, a joining, tehát a connection-je. Csumi Dakar Rally-ben húztott az Epic-en, ingyen adja majd az Epic. Hozzá free SnowRunner pak. Hát én addig pénzt nem adok Expedition-re, amíg multi nem működik. Nem is lesz benne multi elméletileg. Legalábbis mi úgy tudjuk, hogy nem lesz benne multi. Bármilyen szomorúan is hangzik ez így most, de ez, az az információ járja, hogy nem is lesz. Kösz, már megnézem, amint gépezülök. Ja, az a 2022-es, az nem az ugyanez a Saber interaktívos cucc. Azt írták, lesz, csak később kerül bele. Hát akkor majd később lesz multiba játszva. Hát most ez nagy dolog. Én nem, engem annyira tudod, nem. Uj, az anyád, ez az én autóm lesz. Reméljük, modolba majd bele, mint a City Skylines-ba. Ja, igen. Ez az ajándékautó itt a térkép. Ajándékautó? Mihez képest ajándék? Ahhoz képest, hogy itt szenvedni kell vele? A melyik irányba akarsz fordulni, tesa? Ja, mindegy, csak valamelyikbe kezdjük el. Kicsit orr nehéz a kicsike. Tehát valószínűleg ott van a motor. Jó. Kicsit menjünk előrébb. Hát akkor húzzuk háttal, nekem aztán olyan mindegy végül is, lényeg, hogy jöjjön. Gyűlölöm azt a radaros genyót. És akkor most ezt el kell vinni a faluba. Lejövünk itt erre, végig a betonoson. El itt erre, el itt ide, aztán lerakjuk az office-hoz. Amúgy jól néz ki ez a Verda, ez legalább olyan terepjáró formájú. Jó, mondjuk a múltkor is az volt, csak az inkább egy városi subfeelinges, na mindegy. Jó, ez így, ez az utánfutó meg legalább talán tud gurulni. Így, utánam, valamilyen formában. És akkor ezzel itt le mászkálunk, és akkor nagyon jó lesz. Terepjája, igen. Jó, amúgy jól néz ki ez a kocsi. Jó, hát nem, biztos nem egy nagy életművész, de attól függetlenül jól néz ki. Valószínűleg nem fogjuk használni, de attól még jó, hogy van. Van egy pár ilyen járművem, mint például a Lada benne a garázsban, amit itt találtunk. Utána lesz majd olyan melléküldi, amikor vissza el kell vinni egyik kilátóhoz. Tényleg? Nagyszerű. Mindegy. Szerűen úgy is bedobom majd. Ja igen, holnap lesz az Epic nap. Holnap lesz az Epic nap, bizony.
Most sok mindent bedobáltál, ilyen néhány eurós dolgokat, de a Riptide az nekem megvolt. Már. A másik azt nem is tudom mit küldté. Arra már nem emlékszem, hogy mi volt a másik, amit küldtél, de... De ja, volt még valami, azt tudom. Ez a Scoot kb. Annyit tud, mint a Amuron a Sentinel. Az nem sok, de legalább kevés. To the moon. Ja, tényleg a to the moon. De az mondjuk ingyenes, azt hiszem, nem? Nem baj, tök jó, hogy nyomod ezt a hír dolgot egyébként, mert így legalább nekem nem kell rajta gondolkodni, illetve egy csomó olyan dolgot bedobsz, amit én se tudtam volna feltétlenül. Úgyhogy ezek így mind király dolgok. Igen, ezt a szart húzhatnám fordítva is, és akkor esetleg mondjuk talán nem kóvályogna össze-vissza, de vadállat módjában megyünk, úgyhogy who cares. Csak a gáz. Bukkan! Imádom, mikor így nyifog a fék. Igazából, ha ez ki lesz állokolva, akkor azt hiszem meg vagyunk mind a kettővel. Nem mint ami így feladatban volt. Nem is tudom, hogy a másik hol van az a fem, azt hol parkoltam le. Hát nem is emlékszek rá. Ja, az erőműnél parkol. Igen. Nem néz ki rosszul az a kocsi se amúgy. Hát ilyen tök használhatónak tűnik. Lehet, hogy majd használjuk is egy kicsit, csak igazából el kéne jutni vele majd egy garázsba. Megnézzük, hogy miket lehet esetleg rábígyeszteni. Mert a 4-es plató az olyan, hogy főleg ilyen nagy kerekekkel, ilyen tengely, vagyis hát ilyen alvázfordulóból. Azaz, nem veszed el a gázt, most sem vesszük el, csak visszaváltogatunk, hogy ne akadjon fenn a dolog. Abból az alvázfordulós izéből meg kéne nézni, hogy lehet-e rátenni nagy üzemanyagtartályt, mert ha lehetne, hoppá. Ezt úgy hívják a rallyba, hogy nem adta ki. Szóval igen, tehát, hogy üzemanyagosnak még tök jó lehet. Ha nincsen ráadásul, az sem rossz gép, csak kevés a felépítmény hozzá. Nem tudom a felépítmények, hogy mik vannak hozzá, mert ugye még nem használtam, még nem jutottam el vele garázsig, csak unlockoltuk, de még ott áll a reaktív zónába, tehát, hogy még nem történt vele csoda. Ezek az új kerék, ez a kerékpak, ez meg azért volt jó, mert ez a kocsi konkrétan magasabb lett tőle. Azért a 963-asra elfejtettem megnézni, hogy milyen kerekek vannak, de majd szerintem legközelebbi alkalommal feloldjuk a garást a... Nem fog eszembe jutni mi a térképnek a neve, de az ahol fel lehet oldani. Mert az elég közel van. És akkor ott megnézzük, hogy milyen felépítmények vannak hozzá. A feloldás alatt ugye arra gondolok, hogy magát a customizingot, meg a trailer parkot akarom ott feloldani. Mert ugye az ott nincs feloldva. Külön meg kell buherálni, meg kell építeni. Na, hát így már legalább nem csúszunk össze Manu idősávjával, mert hogy még pont nem kezdik. Most hát most már pont elkezdi, mire itt ezzel végzünk, de ez nagyjából így jó, ez így pont így volt tervezve. Úgy nem vertük oda, mert elég gyötrelmesen húzom ezt a szart magam után. Op. Nem baj, minden legnagyobb rendben. Ú,
imádom, ahogy morog. Gyerünk, súgja fülembe. Mi? Bírom, ahogy ez, így megyek át vele a szutymákon, és akkor így... így leszarja, tehát hogy így visszakapcsolgat, de csak négyesbe, érted? Erő van ebbe a cuccba, nem elképesztő. Tudom, hogy Majkának az a fétise, hogy, hogy ezeket butítják, ezt szerintem nem butították. Megyek besírni a hagymán. Helyes, helyes. Egy igazi erős férfinak is lehetnek könnyei. Főleg a hagymát pucol. De az régen nálunk is úgy volt egyéb azébe. Az ilyen, amikor éppen közösen főztünk. Hogy az exem az nem szerette a hagymát. Tehát ha ki tudta válogatni, akkor kiválogatta. Nem szerette fővágni se, ezért én fővágtam, de ha én fővágtam, akkor ilyen pici kockákra vágtam, úgy meg nem tudta kiválogatni. Úgyhogy itt szivattuk ezzel egymást. De ellenben jó, a végeredmény mindig jó volt, úgyhogy... úgyhogy teljesen, minden teljesen rendben volt. Na, mindjárt itt is vagyunk a izébe. Vágná inkább anyám, de úgyse fogja. Az a TikTok videó volt kurva jó, amikor így forró olajat így, ahogy raksz bele fagyasztott terméket, ilyen ízni, fogod a födőt, érted, messziről így kanállal belengeded, jaj, csak rám ne csöppenjen. Jön anyád, közben telefonál, beleturkál, jó, ez még nem olyan meleg, és akkor abban rakja bele a hizét, a sűrűnye cuccot. Sokat butítottak rajta, de ha nem hiszed, rakj ki Facebookon, SnowRunner Hunchopiba egy szavazás cuccot hozzá. Nem hiszem, én nem vettem észre, tehát, hogy engem nem zavart. Nekem ez volt a hozzáállásom ez a dologhoz igazából. Nem tudtam, hogy ki is tudok-e fordulni, azért fékeztem ekkorát. Stage completed, és akkor most irány a workshop. Jaj, de jó, itt is van egy kocsma a kikötőbe. Vagy hát nem kocsma, ez szuvenírú, de vannak, láttam ebbe a városba bárt is, úgyhogy mind a legnagyobb rendbe. Amúgy ez nagyon tetszik, hogy most már azért így oké, hogy mondjuk SnowRunner és mondjuk Amur mennyire kietlen egy ilyen szenvedős terület volt, de tetszik, amikor így van egy kis ilyen élettér. Még akkor is, hogyha ha úgy egyébként nincs benne élet, tehát hogy értitek, élettér, élet nélkül. Megjavítom ezt is, mert egy kicsit összezúzt. Aha. Érdekes volt. Semmi gond, semmi gond. Most miért nem tudom pakolni? Hú, ez érdekes volt, ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes volt. Úgy, csak főborút, nagyon jó. Így, és akkor most átkompozunk, lepattintjuk ezt a cuccot, aztán megyek kajálni. Meg egyéb teendőimet, mert még ki is kéne teregetni, de előtte el kell pakolni a szárítóról. Úgyhogy van még bőven dolgom. Na, most húzzuk a legideálisabban egyéb. Egy kellett volna a sárba is, mert így legalább csúszik. Így. És oda föl kell vinni, aha. Jó. Kapunk be, aztán ott is vagyunk. Ha! De most már legalább irányba állította. Nagyon helyes. Ja, rossz helyre gondoltam. Azt hittem oda kell vinni. Mindegy, akkor a workshophoz visszük. Prototype Exploration Genyó. Sose használtam. Sem működött. De azt is megkaptuk? Nem, az úgy oda is szögeződött, faszán.
Mert annyira nem örülök, nem tudok tök kifordulni. De ezért kaptunk 10 000-et. Hülye vagy, beszarás. Az teljesen valid. Na, és át is léptük a 2 órát, srácok, úgyhogy bőven túl teljesítettem az elképzeléseimet. De ez így ideális volt. Úgyhogy megyek. Megtankolunk mindent. Ledarúzom magamról ezt a kis szekeret. Aztán majd lesz valami sorsa. Lehet, hogy csak annyi, hogy így nézegetjük, de hogy... Amúgy jól néz ki. Így, akkor későn értem. Nem, hanem egy ennyi időm van. Tehát, hogy... a jelen pillanatban a műsor időhöz képest, amennyi időm volt, ahhoz képest igen, ahhoz képest későn értél. De összességében nem, mert amúgy tényleg csak ennyi időm volt mára. A ma délután még megyek a gyerekért, úgyhogy majd holnap leszek valószínűleg hosszabbakat. Délelőtt, délután. Ez az autó nehéz, várjál meg. Na. Kövi streamen 23 streak lesz. Nice. Kitartás a naphoz. Nem lesz nehéz nap, csak dolgokat kell csinálni aztán. Ennyi. Ezt leraktam. Úgy egészségesen lendületből. Megtankoljuk a szekeret. Ja, ilyenkor azt nem lehet, akkor várjál. Oh, hello. És ennek is hátul van az üzemanyag tartálya, mint a múltkorinak. Még nincs benne difizár, vagy legalábbis még nincs. De mondjuk ilyen szutyokváltó is van benne, szóval amúgy nem kell meglepődni semmin. Mip. Ide leparkolunk vele dizájnosan a sarokba. Innét még. Ú, de milyen ledes lámpái vannak! Ú, de menőn néz ki! Meg van tankóva. Igen. Amúgy jól fogyaszt. Ú, de rohadtul le van élve. Miért van ez ennyire leélve? Várjál, innét tudom javítani? Nem. Gondolom azért van leélve, mert a... Az előbb odavágtam a izéhez. Jó, gyorsan megjavítom, mert ezzel úgyis baromi sokszor megyek ilyen supply-ba. Innét látja már? Igen. Jó. Na, ehhez a művelethez csak 2 liter üzemanyag kellett. Minden a legnagyobb rendben. És akkor még azt akartam megnézni gyorsba. Ha már itt áll ez a szekér, hogy nézünk ki. Aaaah, micsoda dizájn. Milyen ülések vannak már hátul? Beszarsz, ilyen fotelok, genyó. Nagyon fasza. Majd valamikor ha eljutunk fel a... Nem akartam beindítani. Kell fordítani a kormányt. Hát ha valamikor eljutunk vele garázsba, akkor azért megnézzük, hogy miket tud, de... Mondjuk elméletleg van benne felező, ha itt nézitek lent, most itt pont mellettem, akkor elméletleg kéne, hogy legyen benne, úgyhogy meglátjuk. De azt nézem, hogy az összkerék meghajtás az viszont állandó. Ezt nem lehet kibekapcsolni. Ja. Na, srácok, akkor ez lesz a mai végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok velem ezen a rövid és délutáni, vagy délelőtti alkalmom. Vagy hát mi kinek mi, mert még délelőtt kezdtük, de már délután van. Ez most ennyi fért bele. Innen fogjuk folytatni. Holnap után, meg holnap lehet, hogy duplázunk, a tököm tudja még. Egyelőre ennyit tudok biztosan. Sziák, meg ilyenek. Semmiért írtam dogát előre. Az jó. Egyszer csak. Így van nálam. Opp, nem ezt akartam nyomni. Hanem ezt. Basztam. Na mindegy. Na, megkeressük önmanót. Ha engedi az internet, hogy megtegyem. Egyelőre nem engedi. Jó, semmi gond, várjatok, meg lesz. Így van. Nála úgyis szavazás van, úgyhogy nem tudom, hogy lekéstük-e már, vagy nem, de emetleg ti döntitek el, hogy mi legyen a játék. Ha eldöntötték már, akkor ezt úgyis nem sokára meglátjuk. Berágtam a tanára, és most nem írok, hanem telózok. Az jó. Hát ez életbiztosításnak tűnik. Anyám örül a víznek. Na, további szép napot, srácok, találkozunk holnap. Ja, várjátok, még a raidnek le kell pörögnie.
Találkozunk holnap, majd holnap után, meg majd még hétfőn, ezek a fixek. Addig is tovább jó szórakozást, szép napot, kitartást, jó étvégét, kinek mi jön, meg hol tart. Sziasztok!